A kiállításon részt vett a Vajdasági Képzőművészeti Kör, a Magyar Kanizsai Ozorai Árpád Magyar Művelődési Egyesület hímző szakosztálya, valamint a Tiszafolt Egyesület tagjai. Biztos vagyok benne, hogy ezen kívül is nagyon sok asszony van, aki otthon van, aki esetleg nincs bátorsága eljönni, de én szeretném mindenkit biztatni, hogy csatlakozzon, mert ez az egyetlen egy olyan kiállítás, ahol nem zsűriznek, ahol nincsen most, hogy ki kell emelni ezt meg azt, hanem mindenki tudja saját magát bemutatni. A kiállítók között jelen vannak azok is, akik egy éve festenek, vagy már 30 éve kiállítanak, más pedig fényképekkel érkezett. Nagy rész természetfotózással foglalkozom, ugye a Palics adta szépségeket, azt naponta, és abból válogatok főleg. Ebben a pillanatban, amikor bejöttem ebbe a terembe, és megláttam ezt a kiállítást itt, egy gyengédséget, egy anyaságot éreztem, tehát érzelmi módon úgy éltem át, mégis van valami, ami a hölgyek kezét másképpen vezeti, mint a miénket. Vannak gyönyörű alkotások, vannak olajfestmények, akrilla festett, selyemre festett, pasztel, sokféle technikával. A nők tárlata elnevezésű kiállítás március 12-ig lesz megtekinthető.